Szép napot mindenkinek, sziasztok! Mai projekt, hát ezt behoztuk ide, kintről, hogy be vagyunk tárva, ezt ketten élivel rámoltuk. Már tűtünk két napja, három, nem olyan nagy extra, elpakoltuk már kintről nagyjából az udvarról, mert itt azért szelek, meg szél, meg eső, minden be fog indulni, úgyhogy már itt is össze kell pakolni. Még egy utolsó kovászos uborka projekt az beindult, de hát azért tettük ide ki, mert itt sütött a nap, ugye? Most össze vagyunk pakolva. Itt nagyjából, kintről még fát be kell hordani. Most hát ugye itt úgy működik az élet, hogy mindig amit kell, ami elkövetkezendő, azzal kell foglalkozni. Hiába akartunk volna, mert még mindig zsákokból élünk. Fönt voltunk Ildi édesapjának a temetésén szombaton. Nem, pénteken. Úgyhogy a szombat vasárnap abban telett mondtuk, hogy itt rendet csinálunk, egy kicsit behagyjuk a fát. Megcsináltuk a helyet a fának. Itt ki lett már takarítva ez a rész is, mert ez majd a festésre kerül. De hát mindig, amihez nyúlunk, valamit kell csinálni mellette, tehát ami épp a kezem ügyébe kerül, hogy ide kerül be a többi fa. Ezt lenejlen osztok már meg van védve, most már ki van takarítva. A műhelyből ki kell hordanom ide nagyon sok mindent, oda a hátsó részbe, hogy a műhely már felszabaduljon, mert csak halomba állnak a szerszámok, hogy minél sem tudok semmivel dolgozni. Ezt a nejlont csináltuk meg tegnap előtt. Ez itt a régi még, ezt is le kell térire nejlonozni, mert onnan jön a szél, hát itt már itt is kipucoltuk a dolgokat, egy kicsit rendvegyen. Már azért nem olyan, mint amikor idejöttünk, hát rengeteg dzsungát kitakarítottunk, fát vágtunk. Hát nagyon jó ez a tűzőgép história, de megfogtuk, és pikpak, megpróbálom úgy, hogy látszódjon is. De gyönyörűen ki van feszítve a fólia. Nem adja vissza, de hát ez földig le van fóliázva. Tehát, és ez merev. Úgyhogy végig van tűzve. Aztán majd jön a többi is, mert innen jön a szél hátulról, meg a vihar. És hogyha itt nincs levédve, akkor, de hát itt ugye, ahogy csináljuk a rendet, úgy csináljuk a kupleráit, mert közben gyűlik, amit levágunk, meg a szemetet, meg hát folyamatosan. Két helyen a tetőt meg kellett csinálni, leszalagoztam, mert el volt törve a pala igazja a tetején, de én úgy szerettem, hogyha hiába a teteje akkor is. Na, aztán közben beázott a garázs. Ugye az a garázs rész, aminek most az ajtaját látjátok, meg a mellette levő falrész. És hát a garázsban mondjuk ott rendes mennyezet meg van csinálva. És azt vettük észre, rögtön hát ennél a fénynél látni valamit, vagy nem, hogy itt bizony-bizony a falnál, a mennyezetnél végigfolyt a víz. És itt a falon víznyomok vannak, mert ott ilyen penésznyom. Hát, egyből kétségbe estem, fölhívtam a srácokat, akik a tetőt fogják csinálni. Jöjjenek már, nézzék meg, nagyon aranyosak voltak. Tegnap előtt szóltam nekik, ma reggel 7-kor megjelentek. És hát ennyi palát, ennyit. Ezt mind megfogták, szépen kicserélték. Ugye ez az, amikor szakember nézi meg, mert nézhettük, hogy itt áll, ott áll, hogy áll. Úgyhogy de most nem fogunk már beázni. Tehát ez elvette a délt, de másfél óra alatt végeztek. Úgyhogy a palom most már rendben van. És a egy hete projektet, hogy behordjuk a fát. Hát itt a múltkori videókból már láttátok. Hát most már még ennyi van hátra, ez már nem sok. És hát ugye muszáj, már a szomszéd is itt volt a nyakamat. Törte meg, az agyamat nyaggatta. Mert itt ez a két oszlop közt ugye ki leszünk bontva. Az egy túlja kijön, és akkor ide jön a nagy kapu.
hogy be tudjunk állni a futóval, de hát ezt mire kipucoltuk, hát ez ugye ahelyett, hogy rend lenne, de hát azért rend van, egyfolytában a dzsunga. De hát most már azért ez ki van takarítva, kerítés rendben, majd kifeszítjük az autókat rendesen, de hát itt a maradványa, meg hátul is. De hát ezt majd összeszedjük. Úgyhogy ez volt a mai nap. Hátul a kerítésünk rendelem. Úgyhogy naplemente. Hát ez volt a mai evangélium. Úgyhogy haladunk. Haladunk, de hát nem azzal, amit szeretnénk, hanem mindig azzal, ami soron következik, és itt minden nap, minden hónap, minden hét meghatározója annak, hogy mit csinálj. Nem azt csinálod, amit szeretnél, vagy amit elgondolsz, hanem ami időrendi sorrendben az év január első napjától december 31. napjáig, ami a soron következő, és amit az idő megkövetel. Tehát, ha itt nem intézed a fát, mire itt a hideg, megfagysz. Ha nem intézed azokat a dolgokat, amit éppen az idő megkövetel, akkor nem takarítasz be. Az állataid nem úgy fejlődnek, nőnek, ahogy kell. Mindennek megvan az ideje, hogy mikor kell csinálni. És ezt akkor meg kell csinálni, ha törik, ha szakad. Úgyhogy lesz egy videó. Itt a tulipános tanyára kérdezte egy illető, hogy egy önellátó zsörben, nincs önellátás, tehát ezt lehet mese délután tartani, de ilyen tök lesz, ha önellátóba akarsz ma átmenni. Tehát, hogy tanyán egyáltalán mi az, amit... ja, mosott cuccok, hát ezt is kell. Itt melós cuccaink. Hogy mennyiből lehet, milyen háttérrel. Hát én megnéztem ennek a fiatalembernek a honlapját, hát ők nagyon szeretnek kirándulni, a természetbe járni. És én úgy éreztem, hogy ők úgy érzik ezt a önellátós életet, hogy nekik nagyon tetszik, amikor elmennek egy ilyen erdei sétára, meg elmennek valami faluhelyre, és ott a pirosló almafa tövébe ül a néni, és pucolja a krumpliát. Hát ez nem így működik. Ő azért tudja ott pucolni a krumpliát, mert már 50 éve elindította, és működik a dolog. Biztos vagyok benne, hogy veszel egy tanyát, és nem tudsz a piros almafád és a gyönyörű zöld mindenet között ébredni reggel, mert ezt előbb meg kell teremteni, hogy az olyanná váljon, azok meg évek, 10 évek. Tehát ha a környezetedet nem teremted meg olyanná, amilyenben szeretnél élni, akkor nem olyanba fogsz élni, akkor csak egy erőlködés. Viszont ahhoz, hogy megteremtsd, ahhoz jelen pillanatban, 21. században háttérpénz kell, mert minden az utolsó szögig, ha meg akarod venni, azt el kell menni és pénzt kell kiadni, ezt már elmondtam a múltkori videóimban is. Tehát ez nem úgy működik, hogy vettem egy tanyát, és az holnap reggeltől gyönyörűen azt fogja adni, amit én elvárok. Azt nekem kell megteremtenem azt a közeget, azt a létformát, amiben jól érzem magam és élni szeretnék. Tehát ezt nem fogja adni egy készen vett valami. Mi ezt készen megvettük, és itt minden jó volt a volt tulajnak, mert a hátulját nem használták. Itt jövő héten jön, és egyedül nem bírod. Ha nekem nincs a szomszédom, és nincs a segítség, akkor én sehova nem jutottam volna. Ugyanis nagyon sok dolgot nem tudok egyedül megcsinálni, nem értek hozzá, nincsenek hozzá gépeim. Ahhoz, hogy itt berendezkedjél és gépeket vegyél, vagy milliók kellenek, és egyszerre mindent megbeszel, de annak is a helyet előbb meg kell csinálni, vagy mire megbeszegeted őket, addig rád rohad minden, meg rád borul.
Szóval ez nem úgy működik, hogy elképzeltem, és akkor megvettem, és akkor azt fogja adni, amit én elgondolok, nem. Majd az a fa úgy fog nőni, amilyen te megvágod, vagy megvágatod. Különben meg ilyen dzsunga kiszáradt szarok lesznek, mind itt is van egy pár. Aztán, hogyha nagy vehemenciával nekiállsz fát vágni, kiderül, hogy a vihar miatt voltak a fák, és elviszi a tetődet a szél, hogyha jön, mert kivágtad, akkor már később állat, mert majd 20 év, mire megint ekkora fád lesz. Szóval, na mindegy, erről lesz majd egy videó ennek a fiatalembernek, szívesen csinálok, és elmondom, hogy az én, még egyszer hangsúlyozom, ez nem biztos, hogy reálisan mindenhol így van, az én nézetem, és ahogy én látom úgy, hogy a budapesti lejött egy ilyen helyre, volt egy elgondolása, hogy hogy szeretné élni itt lent az életét, elmondanám, hogy teljesen, totálban más. Amit elképzeltem az íróasztal mellett, a videók nézése közben, meg mindenben, az semmi nem úgy működik. Ez egy teljesen más világ. Teljesen más világ. Ebbe bele kell nőni, ebbe bele kell élni az életedet. Persze, hogyha tudod, hogy mit szeretnél, és van hozzá energiád, és társad, aki segít, meg nagyon jó barátok vagy szomszédok, akik még hozzátesznek ahhoz, hogy el tudjál indulni. Persze ez nem lehet nagy arcod. Ehhez kell egy nagyon nagy fokú alázat, főleg egy idegen közegbe, mert egyelőre, ha ilyen helyre kerülsz, akkor te fogsz tanulni, te egy nulla vagy itt. Egy nulla vagy itt, mert a gépipari technikumommal én föltolhatom itt magamnak úgy, ahogy van, meg az autószerelői végzettségemet. Tehát ide azt kell tudni, hogy kell megfogni egy ilyen adag fát, mert én raktam ezt a kurva talicskát, érted? Itt állt, ide jött a szomszéd, beszélgettünk, azt miért elment, fölugrott, és mondta csak azért, hogy segítsek már nektek, puf, és kb. 2 másodperc alatt rakta meg azt a talicskát, amit én itt letérdelve szeregettem a fát, érted? És meglestem, hogy hogy raktam, mert 2 irányból, hogy ne dőljön le, stb. Tök másképp rakta bele, de belehányta úgy, hogy nem dőlt le. Tehát még egy ilyen piti szart is tanulni kell egy ilyen közegbe, érted, hogy egy talicskába hogy rakjál bele, bazd meg 40 darab fát, vagy 80-at, na mindegy. Tehát azért mondom, ezt lehet mese délután tartani az önellátásról, persze 70 millióval a hátam mögött, meg mit tudom, én csinálok egy fasz a dolgot, megvettem egy csodát, aztán egy-két állatot, meg jaj, de jó, aztán magam köré édesgetek egy csomó embert, és akkor könyvet írok nekik, meg mit tudom én, hát persze pénzem lesz belőle. Tehát oda gondolkodjatok picit, jó? Mielőtt bármitől hanyatt estek, más világ. Mindegy, kellemes további hétvégét kívánok mindenkinek. Sose kerül be apa. Úgyhogy előbb-utóbb rend lesz itt is, de ahogy csinálom a rendet, egyébként kupedál lesz körülötte, de ez természetes. Úgyhogy még egyszer kellemes hétvégét kívánok még mindenkinek. Örülök, hogy egy pár kockányi videót megint adhattam nektek. Sziasztok!